Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Józsefváros a belváros után az egyik legrégebbi város része Budapestnek. Az első említés 1711-ből származik, amikor a Rókus kápolnát megépítették. Józsefváros a nevét 1777-ben kapta Mária Terézia fiáról, az akkori trónörökös, II. Józsefről, a későbbi József császárról, akit ugye mi kalapos királyként ismerünk a történelemből. Három részre tudjuk osztani Józsefvárost. A Kiskörúttól a Nagykörútig a belső Józsefváros, mi itt fogunk sétálni. A Nagykörúttól a Fiumei útig volt a középső Józsefváros, itt elsősorban iparosok, kereskedők telepedtek le, és a Fiumei úton kívül túl pedig a külső Józsefváros, ott elsősorban a nagyipar volt a jellemző. Józsefváros területéhez képest nagyon sok templommal büszkélkedett, hát több mint 20 templom található itt. Építészetileg az egyik legértékesebb, itt a mögöttem látható Rókus kápolna. 5 nappal ezelőtt, életének 86. évében elhunyt a magyar színjátszás felejthetetlen alakja. Törőcsik Mari 1965-ben 30 évesen volt a Nemzeti Színház társulatának a tagja. 2002-ben 67 évesen ő tartotta meg a nyitó beszédet az újonnan megnyílt Magyar Nemzeti Színházban. Ő volt az egyetlen a régi társulatból, aki még élt. A századfordulón több világszínvonalú építész működött hazánkban. Ők mind más-más szemlélettel valósították meg a modern nemzeti magyar építészetet. Rajta Béla kapta meghívást, hogy ide tervezzen egy iskolát. Hát nem volt egyszerű dolga, mert ahogy látjuk is a kamerán, elég szűk az utca, tehát kicsi a hely, nem tud jól érvényesülni maga az épület. Rajta Béla a kezdeti munkáit szeretett és tisztelt mesterével, Lechner Ödönnel alkotta, és aztán később megtalálta saját formanyelvét. Dr. Pajó Sándor század végén 1889-ben a szomszédos Szentkirályi utcában megalakította a vízgyógy intézetét. Megvette ezt a telket is, és így kibővítette magát a vízgyógy intézetét. A bejárat fölött volt egy felirat, hogy a nap mindenkire ragyog, ugye latinul. Ez azt jelenti, hogy bárki jöhetett ide gyógyulni, aki persze meg tudta fizetni ezt a drága szanatóriumi kezeléseket. Az Európa Belváros program keretén belül Józsefvárosnak, ez a Palota negyedben is nagyon sok utcát csökkentett forgalmúvá teszik, sétáló utcává alakítják. Ez a Kőfaragó utca is pont egy ilyen utca. Korábban, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum megépülése után az arisztokraták elkezdtek itt palotákat építeni, akkor jó darabig Mágnás Fertálynak hívták ezt a területet. Mi most ennek a Mágnás Fertálynak, a Palota negyednek a legszélső utcáin megyünk, és közelítünk a Nagykörúthoz. Magyarországi könyvnyomdászoknak és a betűöntöknek az egyesülete nagyon jól működő egyesület volt, és szükségük lett volna már egy nagyobb székházra, és keresgéltek is, hogy hol lehetne ennek megfelelő telket találni, és megbízták Vágó Lászlót és testvérét, hogy tervezzék meg a székházukat. Ezt a telket tudták megvásárolni, és hihetetlen, de másfél év alatt megépült ez az óriási épület szecessziós stílusban. Dr. Fodor Józsefnek a szobra, ő az, aki az egészségtannak a lelkes hirdetője volt. És amikor ugye a 19. század végén Budapest világvárossá nőtt föl, akkor a Dr. Fodor József volt az, akinek a tanácsával az ivóvíz és a szennyvíz csatorna rendszer kiépítették. A jezsuiták Magyarországra még valamikor a 16. században telepedtek le, 1534-ben Loyolai Szent Ignác alapította ezt a férfi szerzetes rendet, és az ő tevékenységi területük is a tanítás, a nevelés, a tudomány, az irodalom művelése volt. 1880-as években fővárosban is kerestek helyet, Kauzer Józsefet bízták meg a tervezéssel, az volt a feladata, hogy egyszerű templom középkori szerzetesekhez illő templomot tervezzen. A feleségének építettek idei belvárosi palotát, mégpedig pont azért ide, hogy közel legyen a
a jezsuitákhoz, mert ő volt az egyik legnagyobb támogatójuk ennek a rendnek. Gasztronómia szempontjából szokták azt mondani, hogy ez itt a palota negyednek a szíve. Egymást érik a különböző kis cukrázzák, kávézók. 2008-ban alakult meg a Civilek a Palota negyedért egyesület. Idősek, fiatalok, régiek, újbeköltözők összefogtak azért, hogy minél élhetőbb és barátságosabb legyen a környezetük. Minden háznak az alján van valami vendéglátó egység. Ez az egyik legszebb utcája ennek a területnek. Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak épülete. Maga a könyvtár 1931 óta működik itt az épületben, de már 1900 legelején volt könyvtár, csak nem volt épületük, és amikor a Wenkhen Krisztina, a tulajdonos elhunyt, akkor a család eladta a fővárosnak, és azóta itt működik a maga a könyvtár. Én nagyon szépen köszönöm a csapatnak a segítségét, Gabinak, Anikónak, Szandinak, Berinek és Istvánnak, és önöknek jó egészséget és további kellemes hetet. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!